Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Székesfehérvárt gyakran ruházzák feljelző szerkezetekkel. Ugye a 60-as, 70-es évek elejéig volt a poros, koszos kis mezőváros, nem titkoljuk, így is volt ez. Aztán ugye koronázóváros, királyi város, a sportvárosa, a gazdaságvárosa ma már, és azt mondhatjuk az elmúlt időszakra, hogy immáron a kultúra és a művészek városa is. Hozzátehetjük ezt nyugodtan, mégpedig azért, hiszen az irodalom, a költőink, íróink, illetve irodalomtörténészeink a legrangosabb folyóiratokban jelennek meg. Ezen felül képzőművészeti társaságaink szárnyalnak, ha úgy tetszik, Újházi, Ecsedi, Szegedi Csaba és a többiek, a fiatal generáció nem különben. Profi a szimfonikus zenekarunk, ez bizonyítja, Medvecki Ádám, Ács János, a fiatal generációból Dubocki Gergő, hallhattuk Rost Andreát, Miklós Erikát, Boros Csillát, és amiért ma találkozunk Hargita Ivánnal, immár a színházvárosa is, és ez leginkább 2012-re tehető, amikor Szikor János megérkezett, és vele Hargita Iván, Bagó Bertalan, illetve Horváth Csaba is, tehát a prózai tagozat vezetőként köszöntelek tisztelettel. Jó napot! Igen, tehát ez nagyon-nagyon fontos a színház számunkra, és akkor engedd meg, hogy amikor a hosszúra nyúlt bevezető után egy idézet jöjjön tőled, úgy írtad, hogy kispolgári neveltetésem ellenére mindig érdekelt, vonzott a deviancia. Általában a rosszabb, vagányabb gyerekekkel barátkoztam, és valahogy ilyen görbeúton kerültem a színház közelébe is. A problémás emberekkel kerültem oda és össze, és még az a luxus is megadatott, hogy nem kellett minden bűnös dolgot élesben kipróbálni, nem voltam, vagyok bátor típus zárójelben, elég volt csak elképzelni, majd átélni és eljátszani. Ennek tükrében ugye azt is tudjuk az életrajzodból, hogy bármennyire is foglalkoztál kamaszkorodban színházzal, és nem tettél le róla, de mégiscsak a jogi pályát választottad elsőként. Hát pontosabban nem a jogi pályát, hanem jártam jogi karra. Valóban én gyerek színjátszó csoportba jártam. Nagyon-nagyon érdekelt, ilyen 11-12 éves koromtól kezdtem el járni. Korábban is szívesen indultam ilyen versmondó versenyeken, tehát ugye ezek a megmagyarázhatatlan vonzódások bizonyos pályákhoz, vagy sportokhoz, művészetekhez ez így adódik. Nagyon nem volt ebben a családban erre minta, tehát nem egy művész család vagyunk, egészen mással foglalkoztak a szüleim, sőt, a szüleim is. Tehát volt egy ilyen mondhatnám úgy, hogy természetes vonzódás, és furcsa módon miután nagyon, nagyon komolyan vette a mi színház színpad vezetőnk ezt a munkát, ez egyrészt nagyon jó volt, mert valóban nagyon értékes dolgok születtek, másrészt bármilyen furcsán hangzik, volt 4 év után egy ilyen kisebb megcsömörlés tőle, tehát hogy egyszerűen sok volt, tömény volt, és le is tettem arról, hogy talán én ezzel foglalkozzam, hogy színház, és akkor 16 éves koromban én azt gondoltam, hogy hát mégsem foglalkozom színházzal, de mégis miután ugye egy humán érdeklődésű ember voltam, és édesapám is jogász volt, ezért hát adódott azt, hogy a jogi karra fogok jelentkezni, ahol elkezdtem, és első évben is remekül éreztem magam, csak hogy az volt a baj, hogy ott rengeteg olyan fiatal volt, akiket valóban érdekelt a jog, de legalább ennyire érdekelt a színház, a film, a filozófia, és akkor hát ilyen úgymond rossz társaságba keveredtem, akikkel ezekről is lehetett beszélni, és aztán meg művelni is ezt a egészen más típusú kultúrát, mint amilyen a jog. És aztán így valahogy egyszer csak elkezdtem így nyaranta is járni ilyen tanfolyamokra, színházi táborokba, és így szépen lassan csapódtam ehhez. Így aztán bár Szegeden diplomáztam, ettől függetlenül a negyedéves szigorat után felvételiztem Budapestre a rendezői szakra, és felvettek Székely Gábor osztályába. És egy csodálatos osztályba jártál. Soha nem felejted el megemlíteni ezt, hogy mi mindent lehetett ebben az osztályban Székely Gábortól megtanulni, elsajátítani, továbbvinni, ami elkísér. Mi volt az a különleges, mi volt az a millió, ami jellemezte az ő osztályait? Mert nagyon sok mindenkitől hallottam. Hát két dolog együtt az, hogy egyrészt egy, hát ami nekem
nagyon, nagyon tetszett, és azt gondoltam, hogy talán értem, mit akar, hogy az ember milyen bonyolult lélek, és ez nagyon fontos ez, hogy ezt a fajta toleranciát és empátiát ezt gyakoroljuk. Valójában az az idézet is, amit felhoztál, ez a devianciára vonatkozó, igen, kicsit kamaszos idézet, mármint hogy a részemről kamaszos idézet, hogy vonzott ez a dolog. Ez is inkább nem is arról szól, hogy ja Istenem, de jó, aki kis bűnöket, nagy bűnöket elkövetni, vagy attól félni, meg ahhoz viszonyulni, hanem sokkal inkább az embereknek a sokpólusúsága és megértése nagyon fontos. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az ember mindenfajta devianciát kell, hogy pártoljon, támogasson és piedesztára emeljen, viszont azt egy embernek és egy művész embernek pláne kell tudni az odavezető utat. Tehát az, hogy valaki miért lesz ilyen, miért lesz nehéz ember, mondjuk úgy, hogy nem is követel úgymond köztörvényes bűn, csak egyszerűen kiállhatatlan, egyszerűen csak gőgös, egyszerűen nagyképű, vagy besavanyodott. Tehát ezt tudnunk kell, meg éreznünk kell, hogy vajon mi hova jut, vagy hogy juttatott el valakit odáig. Már csak azért is, mert hogyha közlekedünk egymás között mi emberek, bármilyen szakmában, vagy a családon belül, akkor az lehetetlen, hogy az első felszínes gesztusra az ember csak úgy reagáljon, hanem azért, ha van némi érzelmi intelligencia az embernek, már pedig kell, hogy legyen, különben nem emberek vagyunk, akkor muszáj mögé nézni gesztusoknak az ember szüleiről, gyerekeiről, társáról, barátjáról van szó, akkor ezeket muszáj érzékelni. Tehát a művész embernek ez hatványozottan dolga. Tehát a szakmai mellett fontosak voltak a morális elvárások is. Ez egyszerre morális és szakmai. Tehát igazából a Székelynek a gondolkodása, amiért ő szerette Örkényt és Füst Milánt és Molière-t, az azért, mert hogy emögé láttatott be. Az volt a dolga, hogy ezt láttassa. Ugye ez közhely, hogy egy jó művész ember általában ítéletet nem mond, hanem csak bemutat, aztán majd a néző meghozza a döntését. De az, hogy valakit egy bizonyos tettig mi juttat el, azt nekünk pontosan érteni kell. Muszáj haza beszélnem, tehát hogy ennek azért nagyon, most nagyon húsba vágó, és furcsa, hogy idézted ezt tőlem, mert eltelt ehhez képest, hogy én ezt talán mondtam nem tudom hány évvel ezelőtt, teljesen mindegy, de valószínűleg ezt így gondoltam akkor, amikor elkezdtem a Színművészeti Egyetemet. Eltelt 25 év, és ennek azért nagyon eklatáns példája ez a mostani bűn és bűnhődés, amit csináltunk a Vörösmarty Színházba, ami hát azért a Dosztojevszkijről, tehát kikerülhetetlen. Egyszerűen kikerülhetetlen ez a elképesztő szellemi és érzelmi kolosszus, ez az író zseni. És azért neki azért nem véletlenül a főműve a bűn és bűnhődés, ami egy elképesztő szellemi és érzelmi utat jár be abba, hogy valójában honnantól is számítjuk azt, hogy valaki bűnös vagy nem bűnös, elkövethetünk-e bizonyos büntetteket anélkül, hogy meg kéne érte bűnhődnünk, vagy el kell követnünk és megbűnhődünk érte. Tehát, hogy egy író zseninek egy igazi centruma ez a gondolkodás, amihez nyilván egy egészen más módon csatlakozik a Székely Gábor féle empátia, vagy a emberi megértésre való törekvés. Tehát nem lehet pusztán fekete és fehér valami. Nyilván igen. Nyilván ez a veleje. Rendkívül szívesen ítélkezünk, nagyon szívesen és könnyen ítélkezünk, és természetesen ez alól egyáltalán nem kivételek mondjuk az értelmiségiek vagy a művész emberek, tehát nagyon könnyen tudunk, tehát nagyon furcsa természetesen, hogy azok a művész emberek, akik sokszor remekül gyakorolják, vagy úgy tűnik legalábbis, hogy remekül gyakorolják a szakmájukat, közben a való életben, ugye, mint ahogy a Schusternek a cipője mindig lyukas, ezt szokták ugye mondani, hogy ezzel együtt a privát életben sokszor, akár a szakmájukon belül, vagy család életükben penetránsan tudnak feketén-fehéren fogalmazni, ahelyett, hogy árnyaltabbak lennének. Ugyanakkor szintén te mondod, hogy mindez nem azt jelenti, hogy nincsenek rossz, gonosz, vagy éppen jó döntések az emberek életében. Mert ez hozzátartozik ehhez az egész történethez. Hát, nem tudjuk megúszni kell, is, hogy legyenek döntéseink. De mondom, ez az empátia, ez a megértés, ez nagyon fontos dolog. Mert nyilván van az emberben néha narcisztikusság, kapzsiság, mindenfajta önzés, ami kisebb, hogy mondjam, léptékekben konfliktushoz vezet, nagyobb léptékben háborúhoz és egyéb borzalmakhoz vezet, de az esetek többségében nem
hogy mondjam, ilyen klinikai elmebetegek okozzák ezeket a konfliktusokat és háborúkat, hanem emberek. És ezek az emberek vagy eljutottak odáig, hogy nagyon szép dolgokat műveljenek, vagy borzalmas dolgokat műveljenek, és ennek a lépcsőfokainak, ezt nem lehet ezeket csak úgy megítélni, hogy gonosz vagy jó ember, hanem ezt muszáj megértenünk, hogy legalább a kisebb léptékben, ott, ahol dolgozik az ember, vagy ahol él a családjában, ott ne kövessen el lehetőleg nagy hibákat. Rendezőként így szeretnéd ábrázolni? Tehát elutasítod a kliséket úgy önmagában, hogy amit az előbb beszéltünk, hogy csak fekete, csak gonosz, csak jó, csak csodálatos? Igen, természetesen erre törekszem, és ugye most mondod ezt ennyit azért megint hogy mondjam, visszacsatolhatok a saját színházukhoz, hogy csináljuk ezt a Rómeó és Júliát, aminek hamarosan egy hét múlva lesz a bemutatója, hát ott a jelmez fekete és fehér lesz, mert hogy ez egy buta város, ez a Verona, és vannak a Capulettek és a Montagúk, és igazából a fene se tudja, hogy mióta, és a fene se tudja, hogy miért utálja egymást ez a két család, és ennek a két családnak a viszályában, ahol képtelenek arra, hogy egymást árnyaltan megítéljék, két fiatal bele kell, hogy halljon, akik szerelmesek egymásba, és természetesen az egyik az egyik, és a másik pedig a másik családhoz tartozik. Tehát ez a Shakespeare-i Rómeó és Júlia, Júliát egy kicsit, nem kicsit, sokkal inkább kibontod. Igen, tehát egyszer egy gyönyörű szerelmi történet és egy moralitás játék, mind a kettő egyszerre, azt gondolom. De ez persze nem jelenti azt, és itt most ne csak a Rómeó és Júliáról beszéljünk, hogy ellenem így az alapműnek. Nem megyek. Csak másként. Nem megyek ellene, mert igazából, tehát pont az a furcsa, hogy amikor szóba került, hogy rendezem a Rómeó és Júliát, akkor úgy tűnt, hogy ez egy érdekes darab. Sok rossz élményem volt sok Rómeó és Júlia előadásból. Valójában egy kicsikét ilyen hol tehetséges, hol bugyuta műnek tűnt, aztán ahogy az ember elkezdett vele foglalkozni, nagyon elszégyeltem magam, mert egy hallatlanul komplikált, rendkívül modern, nagyon sokrétű művet írt Shakespeare. Nem mi találtuk ezt ki, nem írtunk hozzá, bár egy új fordítást használtunk, amit két remek dramaturg csinált 10 évvel ezelőtt, a Sedjánszki Nóra és Koltai M. Gábor, de nem másították meg Shakespeare-t, nem írták át. Tehát, hogy mondjam, örültem annak, hogy ilyen zenei hasonlattal éljek, hogy olyan művet nem tudok írni, mint Mozart, de az, hogy meg tudom érteni legalább Mozartot, az egy nagy öröm, és az már egy nagy elégtétel. Talán ott tartunk, hogy értjük ezt a Shakespeare nevű szerzőt. A szereplőket a saját elképzeléseidhez, illetve hát a darabról alkotott elképzeléseidhez választod? Természetesen. Tehát, hogy abban azért elég fontos volt, hogy mit gondolok én ezekről. Hát természetesen azért kell ehhez egy Rómeó és egy Júlia, akik olyan fiatalok, akik, hát ugye ez egy közhely a színházi körökben, hogy azért nehéz Rómeó és Júliát bemutatni, mert két fiatal emberről szól, tehát két szép fiatalnak kell lehetőleg ezt játszania, de közben nem bírnak azzal a rutinnal, amivel egy 40 éves színész, akkor nem tudják eljátszani ezt a darabot. Szerintem két olyan tehetséges fiatalról beszélünk, akik bízom benne, vagy úgy tűnik, hogy Kovács Tamás és Ladányi Júl, akik meg tudják ugrani ezt a szintet, hogy egyszerre ezt a éretlen és fiatal hamvasságot és őrületet is tudják képviselni, és ezt a hallatlan szakmai tudást és bölcsességet is tudják talán. Tehát egy új dramaturgia mentén készül. Szintén te mondtad, hogy egy szerzővel nem tettünk rosszabbat, mint hogy feltétel nélkül tiszteljük. Igen, ez azt jelenti, hogy természetesen, ugye ez megint egy közhely, de közben meg néha elfelejtjük ezt, hogy ez mennyire fontos, hogy a Molière a saját korában kortárs szerző volt, és Shakespeare is a saját korában kortárs szerző volt, tehát nagyon sok olyan dologra reagált nagyon aktuális módon, amit az akkori londoniak, párizsiak éppen aktuálisnak véltek. Na most, hogyha van egy ilyen kikacsintás az 1600-as évek, vagy 1500-as évek Londonjára, Párizsára, amit mi abszolút nem értünk se Budapesten, se Székesfehérváron, se Európa mostani más szögletébe, hát akkor azt kár benne hagyni. Tehát akkor az csak azért, mert tiszteljük, hogy nagy szerző. Tehát valószínűleg, hogy pont maga a szerző adna nekünk egy, nem tudom, egy
egy fülest azért, hogy lehetünk ilyen ostobák, hogy olyan poént, olyan utalást hagyunk benne, amiből egy mai néző semmit nem ért. Tehát, hogy ilyen értelemben nem lehet feltétlenül egy az egybe szó szerint beidézni egy szerzőt, mert amilyen remek mű, és amilyen fantasztikus, klasszikus mű, és mai környezetben is érvényes, ettől függetlenül bizonyos simításokat muszáj végrehajtani. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ilyen közhelyeket hagy mondjak, vagy ilyen felszínes dolgokat, hogy ez nyilván nem attól lesz modern egy Shakespeare adás, hogy káromkodunk benne, nem attól lesz modern feltétlenül, hogy pisztolyt használunk benne, vagy kábítószer, tehát nem ettől lesz modern, mint ahogy nem attól lesz avit valami, hogy ott kardot használnak, hanem olyan gondolati játékok, amiket ha át tudunk élni, és átültethető, azt nyilván lehetőleg egy az egyben meg kell tartani, amit kidob a saját mostani kultúrán kidob, és értelmezhetetlen, hát azokat nyilván fölöslegesen. Nyilván langyosokat kiköpi az úr. Igen. De ha már itt tartunk, akkor mit jelent számodra a kortárs, mint jelző szerkezet önmagában, vagy minden lehet kortárs, lásd Shakespeare, egy kicsit átültetni hát azért, a mába? Azért az más, hogy biztos nem fog megsértődni mondjuk Tasnádi István, ha azt mondom, hogy Shakespeare jobb szerző volt, mint ő. De Tasnádi István egy kortárs magyar szerző, akinek mondjuk most pont a Kartonpapáját elég nagy sikerre játszottuk Fehérváron, mindig játsszuk, hál' Istennek lesz belőle egy tévéfelvétel is, de ő azért mégiscsak úgy ír darabot, ami a 2017 Magyarországán azt gondolja, hogy evidensebben megszólal. Tehát nyilván fontos számára, hogy ezt néző szórakozzon, hogy valami nagyon komoly problematikával találkozzon, de ezt csak akkor tudja megtenni, hogyha egy olyan beszédmódot, egy olyan gondolatot, egy olyan problémát vett föl a saját színházi tapasztalata és közegéből, ami a 2017-es, 6-os, 8-as, 9-es Magyarországához passzol. Lehetséges, azt nem tudom, hogy ha eltelik majd 50-100 év, akkor elő fogják-e venni Tasnádi István darabját, és azt mondják, hogy ez annyira jól sikerült, hogy bár sok minden, sok idő telt el azóta, ezt újra elő lehet venni, ezt nem tudjuk, de azt hiszem, ez nem is érdekelte az Istvánt, ő azt érdekelte, hogy most lemenjen belőle 50-100 előadás, és hogy valahogyan valami nagyon bonyolult, érdekes, szórakoztató módon szórakozzanak az emberek. Tehát ez erre lett írva. Erre a korra lett írva. Ezt nevezem kortársnak. Tehát azért fontos, hogy az, hogy kortárs szerzők jelenjenek meg a színházba, mert mégiscsak a néző is furcsán, mert hogy nagyon tisztelik és szeretik a remek klasszikusokat, pláne hogyha nagyon érzékenyen, okosan modernizálva játsszák ezeket, tehát nagyon szeretik őket, de bizony jobban összenéznek néha, amikor egy olyan, talán kevésbé jó írótól, külföldi vagy magyar írótól, egy húsba vágóbb, napi szinten Magyarországra, Fehérvárra érvényes problémával foglalkoznak, és hogy ez nyilván nem direkt és nem bugyután ilyen demagóg módon kirakatba helyezve a problémát, hanem érdekesen, bonyolultan ezt színpadra víve, de mégiscsak hozzánk közelebb álló. Lásd Novák Eszter nemrégiben rendezése, a Én kis hűtőkamrám is ez talán jellemző rá. Élesen vált nálad a mondani való és a hozzátapadt értelmezés? Elutasítod azokat az értelmezéseket, amelyek a mű lényegét tulajdonképpen már elveszítik? Hát ez egy színházban ez nem egy ilyen egyszerű kérdés, mert létezhet, hogy valaki olyan mértékig ír át egy Hamletet, hogy annak már a kétharmada sem emlékeztet arra, hogy mi az, hogy Hamlet. De lehet, hogy azokat a nézőket, akik mondjuk nem olvasták, vagy régen olvasták, látnak egy előadást, ami remek, ami nagyon bonyolult gondolattal, filozófiával, nagyon szórakoztató, nagyon elmélyült, és azt mondja rá a rendező vagy a színház, hogy ez Shakespeare Hamletje, miközben a, nem tudom, Shakespeare ügyi bizottság feljelentést tesz, és azt mondja, hogy hát ennek kétharmada semmi köze az írott műhöz, de közben meg mégiscsak, hát ilyenkor szoktak leginkább, azt hiszem nincs is, nem is esztétikai aggáink lehetnek, hogyha él a szerző, vagy a örökösei, vagy akkor azok meg lehet az a joguk, hogy azt mondják, hogy ez rendben van, ez remek előadás, csak ne írják ki, hogy nem tudom, Herceg Ferenc vagy Shakespeare Vilmos, hanem írjanak rá más szerzőt, vagy nem engedélyezzük, hogy az ő neve alatt fusson. De ez két különböző dolog.
Néha azt érzem inkább a kérdés, azt hiszem, hogy úgy tudok erre jobban válaszolni, néha azt érzem, hogy az a változat, amikor átírták, az rosszabb, mint az eredeti. Tehát inkább nekem nem etikai vagy írói morális problémáim vannak vele, hanem hogy nem látják meg azt, hogy mondjuk egy Molière-ben mi az igazán fantasztikus, és akkor írnak belőle egy valójában nem modernet, hanem sokkal rosszabbat. Tehát akkor miért nem írtak inkább egy eredendően friss darabot, vagy miért nem választottak egy másik anyagot, tehát igazából néha magát a művet egy kicsit sajnálom. Tehát felejtsük el a prekoncepciókat. Szerintem igen, tehát ennél sokkal, sokkal áttételesebb ma már a színház, hála Istennek, tehát hogy nagyon-nagyon sok jó fajtája működik, ami modern, és nagyon sok rossz modern előadás van, és nagyon sok jó, és klasszikusban is nagyon sok unalmas, nézhetetlen poros előadás van, és nagyon sok olyan klasszikus művet visznek színházba, Pesten és vidéken egyaránt, amik igazán remek előadások. Ha már itt tartunk, akkor az ember tragédiájáról kell, hogy beszéljünk, mert ez egy olyan fantasztikus meglátás volt, hogy ti négyen megcsináljátok, és ugye majd a második részre pontosan ezért külön kíváncsiak vagyunk. Ugye tiéd volt a Bizánc, Párizs és a Prágai színek. Ennek szintén, ennek jegyében, amit az imént elmondtál, álltál neki? Mert ez egy egészen különleges, kiemelt feladat volt. Őszintén szólva, azért, amikor ezt a Szikora János felvetette ezt a gondolatát, hát egy szellemes gondolatnak tűnt, ami talán egy kicsit a blöffel határos. Tehát, hogy létezik az, hogy ezt a nagy művet négy rendező rendezi, hogy van ennek a logisztikája, hogy beosztjuk a színészeket, hogy lesz ebből szerves egyelőadás, és nem esik szét darabjaira. Tehát ebben úgy olyan jó szellemes gondolatnak tűnt, olyan mélyen nem hittünk benne. Mármint, hogy ez a Csabára, a Bercire meg rám vonatkozik, a János azt hiszem hit benne kezdettől fogva. És aztán, ahogy elkezdtük próbálni, egyre jobban kezdett ez működni, egyre evidensebb volt. Ahogy már megbeszéltük, vagy elkezdtünk beszélni a díszletről meg a világáról, ez egy nagyon-nagyon, nem vártam nagyon-nagyon jó vállalkozás lett, és legalább annyira, amennyire mi nem hittünk az elején benne, hát a színészek tisztességgel, becsülettel elkezdtek próbálni, de valójában ők is, bennük is ott bujkáltak a kísérlők, hogy Úristen, ezt hogy fogjuk mi túlélni. És hát azt hiszem egytől egyig azt mondták, hogy ez nagyon nagy kár lett volna, hogyha kimarad az életükből, mert egy olyan a színház legjobb hagyományait felelevenítő módon lett közösségteremtő. Tehát, hogy ott, ahol a egy mondatra bejön a Tóth Ildi vagy a Gáspár Sándor csak azért, hogy támogasson egy jelenetet egy másik színben, utána meg eljátszik egy főszerepet egy másik színben. Olyan evidenciával és olyan összetartással dolgozott a társulat, és olyan hallatlan magas szakmai színvonalon is, hogy egyszer csak én azt gondolom, hogy hozzátettek ehhez a műhöz. Azért ne felejtsük, ez alapvetően nem irodalmi műnek szántam adás, hanem színházi műnek. És hogy ebből lett egy igazán, azt gondolom, hogy gazdag színházi anyag. Igen. Ehhez most már jönnek azok az idézetek, fantasztikus idézeteket olvastam tőled, de ehhez kapcsolódik a következő, a jó színház társként kezel, soha nem alattvalóként mondod, olyan, mint a szerelem, soha nem adhat válaszként kész megoldásokat. Tehát azt jelenti, hogy a kreatív ember, tehát a művész embernekre nagyon komoly feladatok várnak. Tehát nem nyugodhat bele csak önmagában arra, hogy kiosztanak egy szerepet, ahogy a rendező sem, hogy az enyém, hanem a maga szintjén, ami most már kellően magas szint itt a Vörösmarty Színházban, ezt meg kell oldania. Igen, hát hogy inkább tovább fűzzem ezt, hogy azt hiszem, hogy az évek alatt, vagy amit itt töltöttem, meg az évtizedek alatt, amióta dolgozom, hiszem a bizalom az még egy elég fontos szó ebben a szakmában, ami nyilván az egymás jó szándékában és a tehetségébe vetett bizalmat jelenti, és türelmet, mert nyilván természetesen vannak mindegyikünknek, színészeknek, rendezőknek is vannak olyan napok, amikor tehetséges, vagy tehetségesebb, vagy szárnyal, és vannak hallatlan, tehetségtelen is, és improduktív és teljesen alkalmatlan napok. De hogy a szándék az, hogy valami klasszul, bonyolultan, izgalmasan megszülessen, azt nem szabad, meg a képességet nem szabad megkérdőjelezni egymás iránt. Nyilván ez leginkább akkor alakul ki, hogyha sokat dolgoztak együtt emberek, és megismerték egymást, mert azért mindannyian
bonyolult emberek vagyunk, így úgy amúgy, és nyilván kiismerni nem lehet egymást egy hét, öt hét alatt, ez évek kellenek. Tehát, hogy ez a bizalom, hogy kialakuljon ehhez bizony évek kelleneként, azt hiszem, hogy most kialakult talán a bizalom, lehet azt mondani, hogy ismerjük egymást, és merünk kockáztatni egymás előtt, ahogy ezt ugye a színészek szokták mondani, vagy meg rendezők is, hogy merünk rosszul próbálni. Tehát nem az a feltétlenül az elsődleges, hogy egyből ügyesen, frappánsan és tökéletes végkimenetellel oldjunk meg egy jelenetet, hanem az, hogy forgassuk az anyagot, hogy mint egy szobrász, aki nézegeti, hogy honnan mit kéne hozzárakni vagy letörni, mert hogy az optimális, de ehhez próbálgatni kell, és ez gátlástalanság kell egymás előtt, hogy merjünk ügyetlenek és merjünk ügyesek is lenni. Ez egy hosszú évek alatt kitermelt bizalommal lehet ezt csak elérni. Mert hogy szintén tőled, a Rossi az nagyon pontos képet ad arról, milyennek kellene lenni. Ezen keresztül nevel, lényegében a közhelyszerű jóra nevel. Azt akarja bizonyítani, hogy van jó törvény és rossz törvény, jó ember és rossz ember, megoldást ad, kész formákat ad. Ha úgy akarom, ebben hasonlít a jog felfogásához. A jó színház ezzel szemben elgondolkodtat, mert neked kell elvégezni a feladatot, hogy mi az adott helyzetben a jó döntés, és nem rág a szádba kész feleleteket. Ezt te fogalmaztad meg így. Igen. És én azt hiszem, hogy minden egyes gondolatvesző jelzőszerket a helyén van itt. Ezt is inkább kiegészíteném, nem magyaráznám, hogy a színháznak, természetesen főleg egy vidéki színháznak nagyon fontos és elengedhetetlen feladata az a fajta szórakoztatás, amikor nyilvánvalóban talán könnyebb anyag, talán könnyebben emészhető anyag, talán egy picikét felszínesebb anyag, de mégiscsak egy jó ízléssel a szórakoztatás a lényege. Ez nyilvánvaló, hogy egy vidéki színháznak kötelessége. De az is kötelessége, hogy olyan értelemben is partnernek és tekintse a nézőt, hogy azt feltételezze, hogy gondolkodó lény, aki gondolkodik a világ, a családja, a környezete, a legközvetlenebb környezetének és önmagának a problémáin, emberi problémáin, és mert hiszen valahogyan ezt kikerülhetetlenül ott van mindenkiben, ez 10 éves kortól 90-ig ott vannak ezek a kisebb, nagyobb válságok és örömök és drámák, tehát kikerülhetetlenül ott van, és hogy erről tudjon gondolkozni jól, ehhez nagyon jó anyagok ezek a bonyolultabb színművek, amik egyszerre szórakoztatóak és valahogy gondolati terelők, útmutatónak egyáltalán nem mondanám, csak valahogy tereli a gondolatokat, és elindít egy irányba. Viszont azt akartam ezzel mondani, hogy ennek azért van ára. Tehát azt mindig elfelejtjük, hogy ugye olyan furcsának tűnik, hogy az ember megvesz egy bérletet, vagy viszonylag drágán egy színház jegyet, és azt mondják neki színháziak, hogy és ráadásul neked ezért dolgozni kell. Tehát, hogy megveszel egy jegyet, és akkor még ráadásul neked is bele kell fektetni energiát, mert igenis, akár tetszik, akár nem, az nem kellemes mondjuk végignézni egy bonyolultabb Shakespeare darabot, vagy egy Dostoyevsky Bűn és bűnhődést, vagy egy bonyolultabb, vagy nehezebben emészthető, vagy kacifántosabb kortárs magyar vagy külföldi drámát. Bizony, kell hozzá figyelem, kell hozzá nyitottság, kell hozzá gondolkodni, és nem elég csak hátradőlni és nézni, mint egy remek sí közvetítést vagy foci meccset, hanem bizony abba neked részt kell venni, tehát munka. Akárhogy is nézzük, most ez egy buta kifejezés, de mégiscsak belefektetett energiát igényel. És én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy részesüljenek abból a kegyből és ajándékból, amit egy remek kortárs szerző vagy egy klasszikus szerző ad általunk, hát ahhoz egy picikét kell dolgozni, mint ahogyan ami már egyre kevésbé ugye van egy ideje embereknek, azt hiszem így van, hogy azért 4-5-600 oldalas regényeket elolvasni, az munka. Egyrészt félre kell tenni bizonyos kellemesebb kikapcsolódási, nem tudom, időket, ha van egyáltalán, és azért nem azt is tudjuk, ugye, hogy aki nem feltétlenül napi szinten olvas például, tehát nem naponta olvas több száz oldalt, pláne nem irodalmat, azért nem úgy működik, hogy előveszek
egy modern, bonyolultabb regényt, és csak nem bele kell rázódni. Tehát az egy meló, amit egyébként sok ember gondolom nyáron tud művelni, mert akkor van talán egy kicsit több szabad ideje, hogy bele kell zökkenni, és bizony túl kell lenni, és hányszor halljuk azt, hogy valaki azt mondja, hogy hú, az első 50 oldalnál azt hittem, hogy belepusztulok, és aztán a 100. oldalt úgy olvastam 400-ig, hogy repült az idő, mert bele kell rázódni. Hát ugyanez így van ez a jó színházzal is, hogy egy kicsi energiát azért muszáj belefektetni ahhoz, hogy az ember egy igazán érdekes, izgalmas gondolatkörhöz eljusson. A te utad mindig egyfajta küldetés volt. Az új színházban megteremtettetek valamit, a semmiből egy új, másik világot, ahogy tetszik. Itt Fehérváron nem különben. Megérkeztél ebbe a csapatba? Milyen ez ebbe a Fehérvári? Igen. Annak idején, amikor alakult, akkor én azért imánkodtam, hogy 3 évet tudjunk úgy eltölteni, hogy megmarad. Mert nagyon törékeny dolog egy színház, tehát hogy annyi felé kell megfelelni, és olyan sok furcsa lényből áll össze, hogy ez furcsának tűnik, de én ezt gondoltam, hogy ez és ez igazán bennem volt egy rúg, hogy legyen már, mert 3 év eltelik, azt már lehet nagyképűen korszaknak nevezni. Az már olyan, ami nem nyomtanul tűnik el. Hát most vagyunk a 6.-7. évadban. És nem volt szűk ez a hét. És igazából ez már egy olyan, ami nyilván mindenfajta problémákkal, rögös utakkal is tele volt, de azért tudok, csípőbe le tudok mondani 6-10 olyan előadást ebből a 7 évből, amire azt gondolom, hogy nagyon-nagyon büszkék lehetünk. Mi a színház társulata és a fehérváriak, mert ez egy közös eredmény, azt gondolom, hogy ez a nem tudom, bő fél tucat, vagy akár 1 tucat előadás bemutatódott, mert valami igazán remek dolgot láthattak. Igen, hát csak a tiédet mondom, Finito Amadeus, Mester és Margarita, Fösvény, Szutyok, Csókosasszony, Kartonpapa, Embertragédiája, Bűn és bűnődés, most a Rómeó és Júlia, hát igen, el vagyunk kényeztetve. Hát mi is, mármint hogy mi színháziak is, mert azért ezt nagyon meg kell becsülni, ezt a helyzetet, hogy gyakorlatilag szabadon olyan darabokat vehetünk elő, amit szeretnénk. Nyilván vannak szempontok, közönség, gazdaság, sok szempont van, de azért ezzel együtt is nagy szabadságot élvezünk, és azért ez a munka mellett nagy adomány. Jó, tehát mi színházkedvelők viszont azt gondoljuk, hogy megérkeztetek, köszönjük szépen, és hát a Rómeó és Júlia premierre szombaton természetesen ott leszünk, és kíváncsian várjuk. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, Hargita Iván volt a vendégem, a Vörösmarty Színház prózai tagozatvezetője, és kérem, ne feledjék, aki még teheti, vásárolja meg a jegyét, hiszen szombaton premier, Rómeó és Júlia Hargita Iván rendezésében. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!